a A műsor az NK -a támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskesz legújabb adásában. Itt vagyunk a Mezzaforta hangszeráruházban, a alakuló félbe lévő új stúdióban. Most még ideiglenes körülmények között, csak hogy hangmérnök úr megnyugodjon, hogy ezt tisztáztuk és itt van velem Makó Dávid. Szia Dávid! Szervusz! Szervusztok! Most a, a Street kapcsán beszélgetünk. Zenekar, vagy ez még továbbra is a te projekted? Olyan szempontból továbbra is egy énekes dalszerző projektről van szó, hogy a, a, lemezt egyedül írtam, egyedül vettem föl, um, annyi kivétellel, hogy Binder Gáspár Gazsika, Cudi Purci Booking főnök, dobol a lemezen, és akkor értelemszerűen a, a, a dobokat ő írta, én az nem értek meg, valószínűleg már nem is fogok soha. És vele hát nagyon régóta zenélek, 2000 talán óta. és volt az egy, egyértelmű, lehetséges és egyetlen megoldása a dobos pozícióra. És akkor a, a, a lemez után, hogy a színpadra is tudjuk vinni, csatlakozott hozzánk Tóth Gábor Gabika, ugye a Harm zenekar zseniális dalszerzője, basszusgitáros a mindenféle kütyűzője, és akkor ő lett a, a szintetizátoros, mert hogy a, 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 lemez így íródott, hogy a gitárokon és a dobokon kívül minden, minden hangszer valójában szintetizátor. Ugyanúgy a gitáredősítőn keresztül szól, meg torzítók, meg minden csak valószínűleg túl sok is nézt hallgattam az utóbbi időben. Hát <laughs> a... <laughs> A nem, tehát hogy én szeretem megmondani a véleményemet egy lemezről, de azért nagyon-nagyon így csérgetné nem szoktam, vagy csak óvatosan. Ugye nagyon sok időm volt ezt a lemezt nekem meghallgatni, amikor én kijöttem a kórházból tavaly novemberben, november elején, az oli akkor meg, az Oli Jakab zoli hogy én ezt igen, akkor igen. megkaptam, és nem is mondta az Oli, hogy mikor fog megjönni, csak hogy majd valamikor. És elkezdtem hallgatni, és az a korábbi cuccaidat is nagyon szerettem, mert hogy szerintem teljesen egyedi hangulata van annak, amit csinálsz, de hogy valahogy itt azt érzem, hogy minden összetevő talán mostanra ért meg annyira, hogy ez egy ilyen igazán koherens egész legyen. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt. Ezzel szeretném, a kicsit beszélgetnénk, hogy konkrétan a lemezről magáról. Azért um, esik nagyon jól, hogy, hogy ezt így látod, mert egyrészt örülök, hogy ennyi időt tudtál rá szánni, meg hogy szántál is rá ennyi időt, köszönöm szépen. Másrészt ez, ezen nincs mit igazából takargatnom, vagy, vagy, vagy szépítenem. Amikor én elkezdtem csinálni a Devil Street-et, akkor 2014-ben, akkor azért az egy elég, hogy is mondjam, szépen fogalmazva, anélkül, hogy ilyen álszerénynek tűnne, vagy, hogy hát az, az egy ilyen esetlen nagyon óvatos um, próbálkozás volt arra, hogy a még meglévő dalaimat vegyem föl, de már induljak el kifelé a, 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 zene, hívjuk zeneiparnak. A zeneiparból nem nagyon akartam már részt venni benne. Csak voltak még ezek a dalok, amiket meg úgy éreztem, hogy úgy fér a dalokkal, hogy ha már egyszer átjött rajtam, akkor, akkor legyen megörökítve és onnantól kezdve, hogy ebből mégis lett, ezt egyébként Zolinak köszönhetem, hogy, hogy ebből mégis lett uh, valódi produkció, viszont, viszont az, volt az a, az volt a kiinduló pont az első lemezén, akkor azt tudtam. Tehát mondjuk amikor metalzenekar élén énekesként funkcionáltam, az egy másik dolog, de hogy valódi dalszerző énekesként egyedül üljek a színpadon, akkor az ment, amit ott tudtam. És az onnantól kezdve koncertről koncertre, ugye Rettenetesen sokat játszottam, uh, onnantól ez hogy Zoli bejött a képbe, és főleg külföldön, nagyon-nagyon kevés koncertem volt ez alatt az idő alatt Magyarországon, és nagy színpadokon és prominens zenekarok előtt sok, sok embernek, uh, és elindult a fejlődés, és a, 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 ezt viszont lemezről lemezre lehet követni ezért nekem egy kicsit nehéz is hogy visszahallgatgatni a, a, az előző lemezeimet, mert hogy, hogy, hogy kicsit ilyen kínos, hogy jó, jó meg, meg akkor nagyon működött meg, meg akkor azt tudtam, de most már azért nem szívesen um, emlékeztetem magam arra, hogy, hogy mennyivel lehetett volna jobb de hát ez van és, um, és én is azt érzem, hogy hát egyrészt ezért is lett ilyen a hangszerelés hogy, hogy zenekari produkció váljon belőle mert az előző lemezzel az Iron peak jutottam el szerintem odáig hangzásban, amit egyedül még színpadon meg tudtam csinálni. De már az is egy elég nagy aparátus volt ahhoz képest, hogy én egyedül álltam fel a színpadra, tehát ott így körbevettek az erősítők, meg, meg rengeteg pedál, meg egy nagyon nagy ilyen úgynevezett wall of sound-anak, nem tudom, van-e magyar megfelelője, de hogy így értjük, és hogy... hogy ugye minden lemez egyel följebb lépett, vagy léptetett engem, úgy írtam a dalokat, hogy egyre nehezebb legyen elénekelni, egyre jobb dalszögek voltak rajta, több rétegűek nyelvtanilag is egyre, egyre többet fejlődtem, és hát szépen lassan azért a gitározás is alakult, ami hát még mindig inkább egy ilyen saját magam verziója, mint valódi gitározás, de ahhoz, hogy tovább tudják lépni, ahhoz kellett valami még. És, és erre, erre egyedül már nem voltam alkalmas. Vagy azt lehetett volna csinálni, amit valószínűleg sokan, meg láttam is, hogy sokan döntenek így: hogy ugyanúgy egyedül áll fel a színpadra, vagy akár ugyanúgy zenekarral áll fel a színpadra, de a következő lemezen már annyi minden szól, hogy nem tudják máshogy megoldani, csak az úgynevezett backing track hogy, hogy az átlag közönség vagy hallga, zenehallgatónak az élőben nem is tűnik föl vagy nem biztos, hogy feltűnik, de hát annyi minden szól azon kívül, amit ők ott csinálnak élőben, hogy én abban nem akartam, tehát hogy ez nekem nem járható út, és akkor ez a, a trió felállás volt az, amiben meg tudtam valósítani ezt a lemeszt élőben. Azért érdekes, amit mondasz, mert míg mondjuk a backing track ugye már annyira minden napjaink része, hogy egy koncerten nem is az, hogy fel se tűnik, de nyilván aki, aki tudja, hogy mi zajlik a színpadon, nagyjából annak azért feltűnik, hogy van backing track, de nem tudnám nálad elképzelni ezt. Mm. Tehát, hogy pont azért, mert nekem a Devil's Trade azt jelenti a zenében, hogy az egy annyira őszinte valami, annyira őszinte produkció, hogy nem félne bele a kamuzás. Megint csak köszönöm, hogy ezt így látod. Hát, nem. Vagy hogy ez így látszik. Én ezt igen, ugyanezt gondolom, és nagyon örülök, hogy, hogy hogy ezek szerint ez le is jön belő a, a produkcióból. Ráadásul, lehet, hogy erről már meséltem valahol, tök mindegy, elmondom megint, mert szerintem csodálatos történet volt. Volt szerencsém ülni egy, egy kis buszban a, egy Gál nevű énekessel, ugye aki Krisztán valójában, ő a gázvírnek a az énekese, illetve a Gorgorotnak volt, meg hát volt még egy-két projektje, tehát nem kell bemutatni. Már az önmagában, hogy egy légtérben vagy vele olyan, ami, ami aztán cipeled a hátadon, mint ajándék egész életedben. Nekem egy kicsit több adatott ebből, szerencsére, és ültem vele a kis buszban, mellette ült a, a Gaara, a zenekar énekese Gilerme, aki egyébként a, az új lemezhez készítette a videókat, ő a Season of a, a videós embere. És és egy egészen definiáló erejű tíz perc volt az, amikor Christian Gál nagyon mély őszinte kritikával illette Gilermék produkcióját, mert ők nagyon sok backing használtak, és ugye a, a volt az, az opener azon a turnén, és ott elmagyarázta neki Gál a saját kis stílusában, hogy az interjúban is láthattuk, hogy nem jó út. Nem jó út, mert egyrészt Giler van annyira jó énekes, hogy ne legyen rá szüksége. Másrészt nem egy őszinte út, Gál szerint, vagy Christian szerint. És akkor én nem feltétlenül őszintétlenségnek tartom, de ha van rá mód, akkor, akkor ne legyen már szükség rá. Meg szerintem az tipikusan az, hogy van olyan műfaj, ahol ez tök oké, okay. tehát most ilyen, így, tudom, ilyen, industriális dolgoknál, ahol nincs billentyűs, és mondjuk ezeket a dolgokat, hogy ezeket a sávokat bejátszák bekintek, azt mondom, hogy oké okay rendben. Igen. De mondjuk itt pont nem, tehát milyen illúzió romból lenne, tudod, hogy most nem is tudok így hirtelen jó példát mondani, mert valami Vardunát akartam, de lehet, hogy ott is van backing track, nem tudom. De hogyha ha mondjuk egy ilyen produkció, ahol... ahol de mondjuk azt, a Heilung. A, igen, ami, igen. A, ott, ott, nincsen semmi és varázslat, ott, ott, élőben megszületik hát, az, amit csinálnak, ott igen. És mi, milyen, milyen rossz lenne az a kiderülni, hogy egyébként, amit hallasz, annak a felem előre fel van éve. Tehát, hogy... igen. És közben ők meg azt hallgatjuk a fülük, hogy tit ti, 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 nem, tehát hogy nekem az abszolút nem, nem, nem lenne, nem lenne oké, okay, vagy hmm. legalábbis mindenképpen illúzió romboló lenne. Én tök sokáig nem voltam képben ezzel a de ő uh -huh. Street projekte, azt hiszem, 2017-ben mesélt nekem az Oli erről, uh -huh. és így le, letolt rendesen, hogy, <laughs> hogy, nem tudod, nem ismered, és itt tudod tud az Oli-t a stílusát, <laughs> meg így a hallgatóknak is mondom, hogy, volt már az Oli ebben a műsorban, meg lesz is még, hogy, hogy az a igazi rajongást láttam a szemén, és mondta, hogy mert amikor nagy termekben a Dávid a csodálatos hangjával elkápráztatja az embereket, és oké, okay, ugye én valahol a Stereo Christ-nál, vagy a -Christ voltam képbe azzal, amit csinálsz, mm. és ez, ez itt kimaradt, és elkezdtem mondani, hogy milyen zene, hát mondom, az engem érdekel, mert én pont hogy szeretem az ilyen zenéket, és elkezdtem ismerkedni ezekkel a dalokkal, tudod, és hogy hogy mikor a Seasons of mist kerültél, az ilyen, fut ez a jó leső sóhaj szakad hogy na igen, ez, 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 valami. Neked mit jelentett az, hogy egy, ebben a műfajban talán nincs is ennél nagyobb kiadó? Mondhatjuk ezt szerintem, vagy, vagy hogy legalábbis... Hát ami van nagyobb kiadó, úgy az már nem független kiadó. Igen. Tehát, hogy mindet bekebelezte valamilyen multi. A Season of Mist talán a legnagyobb független, még független kiadó. Hú, hát egészen pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor valamilyen turnéra készülve ültem, még a Dürer pincében volt a próbatermünk, hogy nyugodjon békében, és ott ültem egyedül, készülgettem, molyogattam a cuccaimmal, és, és akkor már lehetett sejteni, mert a, mert a Season of promós csapatával már futottam össze a Dervégeiner Freiheit turnén, ugye, ahol szintén előzenekar volt, vagy elő, előadó voltam kétszer is, de ez még az első turnén volt, és, és akkor ott a, a, ezek a promós lányok, akik a promóciót csinálják a Season of Mist-nél, ők így elkaptak, hogy, hogy hát, hogy a Nikitájék mennyi mindent meséltek, és hogy, hogy mi is meséltünk Michaelnek, hogy a Michael a Season of Mist főnökem, tulajdonosa mindene, és ugye, a lányok eljöttek a koncert, koncertjeinkre, és többször is megnéztek a Dervégein a Freiheit turnén, és akkor már lehetett sejteni, hogy, hogy annyit lehetett tudni, hogy Michael tud rólam, vagy hogy legalábbis egyszer-kétszer hallotta a nevemet. És aztán ültem a, 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 próbateremben, és fölhívott Zoli, és azt mondta, hogy hogy, 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 na, akkor vegyél föl három dalt, mert Michael meg akarja hallgatni. És akkor Fölvettem három dalt. Egy volt kész egyébként. Tehát ez sokszor kerültem azóta ilyen helyzetbe, hogy és akkor el kell kezdeni csinálni, és mi, mi, nincs még. De még nem tartok ott, de szerencs, szerencsére ezek jó hatással vannak. Nem. És akkor elküldtük a három dalt. De amikor följódzol, hogy ez van, akkor és letettem a, a, a telefont, akkor én ott így elbőgtem magam. tehát hogy az, hogy. az, még most is egy kicsit így folytogat a dolog, felfoghatatlan. Tehát még mindig az van, hogy én abban belegondolok, hogy Season of Mist előadó vagyok, és mint nem is magamról beszélnék. És, és, akkor persze említsük meg, meg Kártai Tamás, aki ugye előttem jár ebben a, a, a történetben, a Dálkat a Falk zsenie. és akkor ilyen, ilyen hát meg kik vannak a Season of Mist-nél? Tehát a Season of Mist úgy indult, hogy, hogy méhem. Igen. Olyan. Ezért indult el a kiadó egyáltalán, hogy legyen újra méhem, és ezért jelzálok kitelt vett fel az anyukája házára Michael, meg ilyenek, tehát hogy és akkor egyszer csak én így ott vagyok ebben a világban, ez számomra Pff, és, és aztán ez hozta magával a, a többi olyan olyan mérföldkövet, amit, amit én nem tudom, például a roadburn ilyen, ami, amire én azt se gondoltam, hogy én vala egyáltalán közönségként eljutok oda, de aztán most már a most már négy Roadburn koncert nem vagyok túl. Tök érdekes, ugye említette hogy ő nem rég volt az új lemez kapcsán a műsorban, és mire ez adás kijön, már talán nem spoiler, vagy ha igen, akkor mindegy, hogy ugye most Hammer World hangpróba, és eszméletlen jó érzés volt látni, hogy Dajkat a falk, Devil's Trade, tudod? És Tényleg? mind a ketten benne vagytok ugye a hangpróbába, és azért azon gondolkodtam, hogy de jó lenne, egyszer csináltak valamit közösen, akár dalt, én mondjuk ja. egy, akár egy lemezt is meghallgatnék tőletek közösen, de... Ez, 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 ez már merült föl, ez a kérdés ugye értelemszerűen a, a, a kiadó falain belül, meg a menedzsmentekben, mert hát ugye Tomiak nincs menedzsment, nekem Zoli a menedzsment, tehát hogy Zoli folyamatosan forralja ezeket az ördögi terveket az üstjében. Jó, sokat, és akkor abból valami megtörténik. Szerintem egyikünk sem olyan, Tomival egyikünk sem olyan előadó, akiket így meg lehet erről győzni. Tehát, hogyha nem, nem mi gondoljuk úgy, de hogy na most akkor legyen ez. Ennek spontánnak kell spontán Igen, kettő, meg hogy mindeketten vagyunk annyira független előadók, hogyha én magam nevében azt tudom mondani, hogyha nekem mondanak egy ilyet, akkor én elindulok a másik irányba. És aztán lehet, hogy két hét akkor múlva... Akkor nem mondtam. Ne, jó, csak hogy lehet, hogy két hét múlva eszembe jut, hogy de jó lenne csinálni Tomival egy lemezt. és akkor megkeresem, de volt, olyan szempontból volt erről szó, hogy jövőre lesz tíz éves az első Devil's Raid lemeznek az első verziója, mert ugye abból először csak egy kis CD készült, mit tudom én, 100 vagy 60 darab, vagy valami ilyesmi, és annak lett egy, egy, egy bakelit verziója. Jövőre ez tíz éves ez a lemez, és e, már nem lehet kép kapni nagyon régóta sehol, hát illetve ilyen diszkókzon felfel bukkan. Néha ráírok ezekre az emberekre, hogy, hogy nem szégyellik-e magukat, mert hát olyan árakat írnak mellé, hogy ezt, ezért nincs bűn, meg nekem sem. Bűn. Igen. Tehát ilyet, Um, és akkor ez hogy, én nem szeretném csak úgy újra kiadni, mert az megint csak lehúzás szerintem, um, hanem csinálni valami újat belőle, um, um, ami, ami méltó erre ezt a tíz, tíz évet. Nem is megkoronázni, de hogy méltó ahhoz, ahol éppen tartok. És akkor azokkal az emberekkel, akikkel eddig összefújt a szél. Um, Hát csak, hogy két nevet mondjak, akik már biztosan igent mondtak erre a projektre, Nikita a Dervékből, Colin az Amerából, minden egyes dalt valamilyen vendéggel közösen fogok feldolgozni. Tehát egy új mostani verzióban csináljuk, és erről, erről megkérdeztem Tomit is, és ő nagyon-nagyon fair módon azt mondta, hogy, hogy neki erre nincs ideje, nagyon köszön de hogy ő éppen az új lemezén dolgozik. Most hát nem tudom, hogy van-e ilyen ablak, ami egyszer csak kinyílik az ő időrendjében, mert hogy minden évben, vagy nem tudom, két, tehát, hogy olyan, olyan, hát, olyan, mennyiségű lemezt ad ki, hogy... Most is mondtam a műsorban, döbbenet volt ott, hogy ugye, még az Alföld se jelent akkor, amikor a, a műsor tettük, és mondta, hogy hát igen, már majdnem készen vagyok a lemez, már melyikkel? Hát a következővel, tudod, és így, <gül> <gül> egészen egészen Akkor lehet, most kéne megkérdezni, mert akkor megkész lesz az új lemez, Igen, hát figyelj, kb. most, most mm. lehet az, hogy, hogy Májusz valószínűleg leadta, és akkor ugye így. Nem mondja, az alfőm készen készen van, csak ugye mezolit is közbejött, meg stb. Hát Ezek meg, így... meg ő, ő ilyen szempontból akkor nagyon jól csinálja, mert ez biztos mindenki tudja már, hogy a, a, a lemezkiadás az, az jelenleg úgy néz ki, hogy mint hogy nekem is novemberben elkészült a lemezem, és én elképesztő szerencsés vagyok, hogy júliusban meg tud jelenni. És akkor ez fél év. Igen. Én tudok olyan zenekarról a Season of is, akik több mint egy éve várnak arra, hogy egyáltalán a gyártó sorra bekerüljön a master. Az elemez már nem létezik. Tehát, hogy ami, amit egy éve vettél föl, az az zene nem létezik. Hát figyelj, én tudok olyat nagy kiadónál lévő, nagy kiadó, nagy kiadóhoz menő, mindegy... Robzombiról beszélek Aha, konkrétan. Nekem ugye ő abszolút az egyik ilyen nagy igen. És hogy ő, ő neki is, tehát ő mondta például, hogy azért volt szar neki az előző lemezét elkezdeni turnéztatni, mert hogy tudom, 18-ba jött ki az előző, és már 19 volt, hogy meg egyébként felvettük a lemezt, és 19 ben fel is vették a lemezt. Tudom, 21 vagy 22-be jelent meg, tudod. Tehát, meg ezzel, Egy hát kicsit én is megjártam, 2020-ban jelent meg az Iron Peak. Telibe a Covid. Igen. És akkor én egy, én egy zenélésből élő ö, olyan szempontból, hogy mentál higiénésen a zenélés tart életbe tehát az élő zenélés tart mentálisan egyben. Kijött a lemez, és semmi. Most akkor mondok valamit, neked rossz volt, nekünk viszont kurva jó, Nekem baszad sokat segített abban az időszakban az Iron Peak, és én ott kezdtem el igazán megérteni ezt a projektet, és ott kezdtem el igazán, nem azt mondom, hogy megszeretni, mert ugye az onnantól fogva megoldta, az Oli mutatta először, de ott kezdett el igazán a, most talán ha használtak ilyen nagy, szó, nagy szavakat, a zenei kultúrám része lenni úgy. Mm. Tehát nekem tök érdekes, hogy én rengetegféle zenét hallgatok, de nekem vannak olyan időszakok, amikor ezt én úgy szoktam gyűjtő címszó alatt használni, hogy ha nem tetszik, akkor nyugodtan szavazd le, hogy természet közeli Oda én ugye beteszem a dájkat a falkot, téged, a vardrunát, Heilungot, ilyesmit, és akkor én valahogy hetekig csak ilyeneket hallgatok, és a tök jó játrezeg, és a kiürít. Akkor barom jó volt hallgatni azt a lemezt. Örülök neki, és főleg, hogy az a lemez tényleg egy nagyon-nagyon természet közeli, vagy természet inspirálta még hogyha mondjuk a hangzásban nem is feltétlenül jön az le, mert mondjuk több már az elektromos hangzás benne, már mint elektromos gitár és az effektek, de, de hát annak a, a az inspirációja is az alpokban született vagy jött de, de az Iron Peak az egy létező hely, csak nem így hívják, én így hívom. Kicsit az új lemezhez visszatérve, Elképesztően örültem neki, hogy magyarul is született a. Fú, én rettegtem tőle. És mostanában kezdem elhinni, hogy már játszok élőben is, meg hogy amilyenek a visszajelzések. Hasonló, hasonló történet ez, mint a, mint a, a, a népzenei feldolgozásaim. Hogy attól is rettenetesen féltem nagyon sokáig, hogy, hogy vajon mit szólnak a népzenészek, azok, akik, akik értik a népzenét az én verzióimhoz. És aztán, ahogy jöttek a, a felülük is, meg úgy egyáltalán a pozitív visszajelzések, úgy kezdtem megnyugodni, hogy nem csak nekem nem működik ez, hanem hogy kifelé is működik. Ugyanez ez a dal is soha ért. Tehát Lehet, hogy ilyen, ilyen 15-16-17 éves koromban volt próbálkozásom. Konkrétan emlékszem, egy esetre, amikor írtam egy verset, és a, hát akkor már nem, akkor egy, egy, alapít, gimnáziumból kerültem át egy ilyen állami rettenetbe, és a, az ottani irodalom tanárnak a, odaadtam, hogy, hogy a tanárnő, hogy ezt, ezt írtam, hogy mit szól hozzá, és ott rettenetesen lehúzott. Tehát, hogy a, egy pedagógus nem beszélt így egy gyerekkel, mint hogy ő, ő azt akkor megtette, Valószínűleg ez is benne van, meg, meg a nagyon sok magyar dalszöveg, ami rossz, vagy nekem nem e, működik. E, illetve, ami, ami egy nagyon erős visszatartó erő volt bennem a magyar dalszövegek vagy dalszövegírás ellen, valószínűleg túl sok e, e, zseniális magyar költőt olvastam ahhoz, hogy rettenetesen tartsak ettől a, a világtól. A másik pedig. Hogy azok a, a magyar előadók, akiket én hallgattam, és nagy hatással voltak rám, azok annyira pontosan meghatározható saját világgal rendelkeznek, hogy attól tartottam, hogy esetleg elkezdenék magyarul dalszöveget írni, akkor túl egyértelmű lenne az ő hatásuk az én dalszövegeimen. És én zenében is nagyon-nagyon szeretem ezt elkerülni. Így is van hasonlítgatás, de tudom, hogy mennyi munkát teszek bele abba, hogy, hogy minél messzebb kerüljek a saját hatásaimtól. Um, sokszor nem is sejteni az ember, hogy egyébként én miket hallgatok, um, vagy legalábbis nem ezekre tippelne, és a magyar dalszövegekben ezt nagyon el akartam kerülni. Tehát, hogyha valaki, mert rám palika volt például rohadt nagy hatással, ha elkezdtem volna dalszövegeket írni, az nagy valószínűséggel úgy hangzott volna, mint egy Isten mögött, vagy most már Blind Myself, vagy Elvész, érted? igen, 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 igen. Um, és ezt nem akartam. Azt sem akartam, hogy esetleg azt mondják, hogy Bereményi Gézár szeretném utánozni. Mert azt meg, megint rengeteg csetamást hallgattam, akkor egyértelműen ez lesz rám. És nagyon-nagyon tartottam ettől. És amikor ez, ez a dalszöveg teljesen tervezetlenül ö, kibukkant az első verszak, akkor így néztem, néztem, mm. és én egyiket sem fedezem föl benne. Mm, Viszont fölfedezem benne a népzenei ö, vonatkozást, amivel teljesen ki meg vagyok békkelvetett. Való boldogatok amúgy, igen. igen. Tehát az az oké. Okay. Kijöttem a kórházból, egy hete voltam otthon, az első olyan napom volt, amikor már azt mondtam magamnak, hogy jó, nem lehet tovább feküdni az ágyba, el kell menni sétálni. Kereken 250 méterre volt egy kávézó otthontól, ennyit megengedtem magamnak, lementem oda, és ott egy pár órát ücsörögtem örültem neki, ugye, hogy kiszabadultam a levegőre, ez az. Hívott az Oli, ugye valakitől meghallotta, hogy mi történt, nem tudom, hogy akkor már kim volt a videón, szerintem még talán nem, de lehet, hogy már igen. Beszélgettünk, és akkor mondta, hogy küldök neked gyógyító zenét, és mondta, hogy figyelj, Dávid, magyarul is Ó, oh, mondom, na ez érdekel, kíváncsi leszek. És emlékszem, amikor először meghallgattam a vidékek vannak itt bent, én bazd sírtam. És az én a vidéki gyerek vagyok, és a csomó olyan gyerekkori emléket felhozott bennem, Egyet, egyre tisztán emlékszem, csak nem akarok könnyezni közben, de minden most már, hogy a, a nagyapámmal kukoricát törünk, és mondja nekem, hogy figyel van egy meglepetésem, és valahonnan hozott két szem sárga barackot meg hideg vizet, tudod. Dögmeleg nyár volt most, és ez az egyik legkedvesebb emlékem, gyerekkoromban nagyon szerettem a nagyapámat, és ez, ez ugrott be azonnal, tudod, és hogy én azt szoktam mondani mindig, hogy azok a jó zenék, meg azok a jó lemezek, amik úgy tudnak nosztalgikus emlékeket előhozni, hogy nem csapsz át ilyen toxikus nosztalgiába, hogy abba akarsz élni újra, hanem csak, hogy segít emlékezni az ilyen dolgokra. És hogy nekem kicsit ez jött le a, a szövegekből, az egész lemezből tudod, hogy a legjobb értelemben vett vidékiséget ki tudta hozni belőlem. Megint csak köszönöm. Nem is, de hogy én ezt nem ilyen, nem azért, mert hogy elismerésnek veszem, hanem hogy, hogy, hogy ezt megosztod velem. Ez, nekem e, ezt jelenti a legtöbbet. Hogy, hogy, ezek, a, hogy ezek, a, dolgok, amik, amik, bennem működnek, ezeken a dalokon műk, keresztül működnek másokban is, és akkor van egy ilyen ilyen kapcsolódás teljesen idegen emberekkel is. Figyelj, nekem az a, az a nagy célom mindig ezt múltkor a 200. adásban, ami inverz volt, ott el is mondtam, hogy mikor mondja nekem valaki, hogy felpontozok lemezeket, én szoktam szánni időt arra, hogy a lemezeket megértsem. Iszonyatos dömping van, uh -huh. és én is van, hogy gyorsan rostálok ki lemezeket, mert tudom, hogy egyszerűen nem hozzám szólnak, uh -huh. De én mindig meg tudom indokolni az adott pontszámot, amit adok egy-egy adok egy -egy lemezre. És uh, valamikor azonnal működik egy lemez, amikor annak idő kell, valamikor sok idő kell neki, és én ezt nem jóra hallgatásnak hívom, hanem megértési időnek. Uh -huh. Nyilván valamikor semmi nem segít, de itt, itt most abszolút az volt, hogy még emlékszem, hogy a Zoli átküldte, még ott ültem a kávézóba, és az első dalt még ott hallgattam meg fülesbe, és, és ott tudtam, hogy jó, akkor most haza kell menni, le kell ülni, leültem a fotelbe, beraktam a fülest, meghallgattam, és mondtam, hogy fú, hát ez... És az a nagy dolog, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan magyar lemez volt, aminél ezt éreztem, tudod, hogy, hogy egyszerűen a magyar zenei szintér nemzetközi lett hirtelen, mert rengeteg jó magyar lemez jelenik meg, de, de mégis, tudod, ez a tipikus, hogy, hogy nem kell a nem kell külföldre mennünk azért, hogy adott stíluson belül minőséget hallgathassunk. Mm. Azt például most tök jól lehet prezentálni a lemezetben. Örülök neki. Um, hát ez ta, talán abból is, vagy abból fakad elsősorban, hogy hogy uh, rengeteget vagyok külföldi szint, a, a külföldi szintérben. És uh, és ráadásul óriási szerencsém van azzal, hogy kikkel tudom ezt az időt tölteni. Olyan zenekarokkal, akik teljesen a saját útjukat járják, annak ellenére, hogy mondjuk ki mit gondol arról, hogy hát az Amera is olyan, hogy, hogy, vagy valaki vallásosan odáig van érte, vagy, vagy, az, aki nem érti, hogy most ezt tényleg ezt a két hangot, meg a csirke hangú gyereket háttal a közönségnek, tényleg ez, ez, meg a teljesen minimál dobolás, az ma már nem menő, hogy valaki nem dobolja szarra És akkor, vagy mondjuk a dervég, akik a black metalon keresztül, vagy black metalon belül megtalálták a saját útjukat, és a, a true black metalosok, ugye azok rettenetesen köpik őket, de ők megtalálták a saját világukat, a saját embereiket. És én ezeket a példákat látom, ezekkel az emberekkel töltöttem minőségi időt, és nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ők hogy jutottak oda, Mik voltak azok a döntési mechanizmusok, amik segítették őket a saját útjukon haladni? És valószínűleg ez, ez segít elsősorban nekem is ezt közeledni ahhoz a szinthez, ahol, ahol ők ők járnak. És szerintem ez egyébként is nagyon fontos dolog lenne a magyar szintéren, azért, együtt, hogy tényleg egyre több jó minőségű, kreatívabb, lemez történik. Én még mindig azért a nagy többségre azt gondolom, hogy, hogy túlságosan, e, e, túlságosan bele vannak ragadva abba a zsákutcába, hogy valaminek a magyar megfelelői akarnak lenni. Ez a maximális nagyot értek. De a legnagyobb probléma egyébként ebből is fakad, hogy senki nem megy kifelé. Vagy nagyon kevesen mennek kifelé. És nagyon kevesen gondolják úgy a külföldi karriert hogy azt nulláról kell felépíteni Ugyanúgy egyébként, hogy a magyar szintéren is nulláról kellene építkezni. Csak egy nagyon kicsi országban már nagyon bejáratott uh, rendszert rendszert uh, tudunk magunkénak, tehát, hogy már nem, nem nagyon van hosszú, nehéz létra. De külföldön nincs más létra, csak hosszú és nehéz létra, és ez a foglatházaktól tart a hamburgi mártállék, vagy a vagy bármelyik nagy, normális színpadig, ahol nem beszavazott valami fesztiválon a közönség, hanem a saját erődből jutott el oda, és külföldön nem működik más, hogy Egyrészt ezt sokan nem fogadják el, hogy külföldre így kellene menni, viszont a nagy többségében nincs meg az igényse, vagy én nem látom a késztetést, és ezzel van egy nagyon-nagyon rossz, nagyon súlyos rendszerszerű hiba is, ami, ami gátolja a magyar zenekarokat. És ez pedig az, ahogy, ahogy a, a különböző pályázati pénzeket elosztják most már. Volt lehetőség jó célért jó pénzt kapni az artisius az NK-tól, stb. De én voltam például az első olyan előadó és a harm zenekar, akik sikerén, amikor ezzel a, a, döntéshozók szembesültek a mi sikereinkkel, az, abban az évben a harmad a a legsikeresebb európai feltörekvő, vagy a legjobb feltörekvő zenekar díját kapta meg, plusz irgalmatlan sok pénzt. Tehát, hogy ami, amire nem volt példa a magyar szintén, meg egyáltalán, az egy ilyen kiemelkedő dolog. Én azon a fesztiválon három nap alatt adtam három koncertet, ami szintén egy, egy, egy egyedülálló dolog. És akkor Bali Dávid hazajött, ő volt ennek az egésznek a szervezője, és elbüszkélkedett ezzel a, a sikerrel, és erre azt mondták a döntéshozók, hogy ez nem siker, mert hogy nem volt ott magyar ember. Mármint a közönségben? Hmm. Na most ez az, ami végtelenül belterjessé teszi a magyar szinteret, és meggátolja a fejlődés lehetőségét. Az a helyzet, ezt én nem is tudom értelmezni. Vagy nem akarom inkább. Igen, hát, hát, igen. Ezt, igen. Ez, ez, ez a jobb a szó. A Kolbász-fesztivál hogy... a cél. Csíkszeredán. Ami egy gyönyörű hely, gyönyörű emberekkel, csak ne ez legyen a cél. Persze, a, a, tehát... tehát, tehát értelmei... Lássunk messzebb, igen, menjünk ezt, messzebb. Különben sosem fogjuk látni, hogy mit lehetne csinálni itthon. Azt akartam mondani, hogy, hogy érzem, hogy nem a degradálás van benned, hanem hogy a, a, a másik perspektíva. Még egy dolgot ezzel kikívánkozik, bocsánat. M amikor Itt mi erről, bármit Amikor mi erről beszélünk itthon, csak a savat kapjuk. Zolival. Közösen. Hogy ne, hogy nekünk semmi se jó, hogy mi mindig csak siránkozunk, hogy mi irigyek vagyunk, hogy... és és egy idő után az ember befogja a száját. hogy, hogy, hogy egy zseniális magyar költőt idézek, meg, megtanul, hozzászoksz, hogy nem szeretnek. Oké, okay, csak itt, itt, ugye bennem például mindig felmerül az a kérdés ilyenkor. Ugye a Zolit szoktam látni kommentekben harcolni néha, hogy ugye, ha mondjuk ez az irítség témakör felmerül, akkor egy dologra mondjuk lehet irígy, hogy nem játszol ha mondjuk teltházas nagy, nagy helyeken, tehát nem nagy fesztiválkon vagy ilyeneken. De javíts ki tévedek, akarsz? Ha az egy e, reális, saját erőből elért teltház, nagy helyen, miért ne akarnék? Erről beszélek. De nekem, tehát hogy... Az én fejemben ez a rendszer úgy néz ki, hogy kétféle zenész van. Az egyik zenész az, aki azért zenél, mert zenész akar lenni. A másik zenész az, aki nem tud máshogy létezni. Csak hogyha dalokat ír, csak hogyha kiírja magából. Különben tönkre megy. És, a ez a, és ez a két irány, ez nagyon el tud távolodni egymástól, nagyon meghatározhat. Egy, egy színpadi produkcióból látod, hogy, hogy miről van szó, hogy melyik a két előadó. És aki ugye a második kategóriába tartozik, az nem azért zenél, hogy megtöltsön egy parkot, Budapest parkot, az azért zenél, mert nem tud már csinálni. Ha esetleg összejön, az nem baj, csak... Ha, hogy ne, persze, csak nem ez a cél. Igen, igen. Az van, egyről beszélünk, igen. Meg hát, tehát, hogy mire lennék így, én ezt, ezt, már akkor sem értettem, amikor még nem tartottam itt. A világ legmegbékéltebb embere vagyok, ha a karrieremre gondolok. Mindent elértem, amit, amit álmodtam nincs tovább. Most már egy, egy maradt, hogy filmzenét készítsek, azt is, az is történik. Tehát, hogy nem, nem, látom, hogy mire kellene nekem irídnek lenni, de ez egy ilyen, hát most már nem azt szeretem azt használni, mert, hogy, hogy klasszikus magyar, mert, mert, nem biztos, hogy van ilyen, meg nem biztos, hogy van olyan, hogy, de van olyan, hogy közép-kelet-európai, de hogy, hogy, van egy ilyen, egy ilyen átlag mentalitás errefelé, mm. hogy, hogy rácsütik. Te csak így, így vagy. Meg Mert ez a csinál jobbat. Igen, mit tettél az asztalra? Milyen asztalra? Mutassátok meg azt az asztalt. Tehát... Ne, <laughs> mikor, igen. mikor, te magad csináltad az asztalt, ugye elmondta <laughs> egyszer egy ismerősem, <laughs> Jó. Hogy mit tettem az asztalra? Én csináltam az asztalt. Igen, nagyon jó. Igen. A <laughs> saját asztalomat ráadásul, tehát nem, nem máséval játszom meg. Nekem is volt egyébként egyszer valaki, aki nem nekem, de mondta, hogy persze, hát tök jó az a műsorom, minden, de hogy mit, mit ér ez -e? hát ő megnézte a hallgatottságaimat, és azok ilyenek. Jó, hát az ő hallgatottsága nem olyan, mint az enyém, hanem talán egy adás van, ami elérte nekem mondjuk az átlagot, de én tök szívesen segítettem volna neki, nem akarta. Mm -hmm. Aztán utána persze nyilván évekkel később megkeresett, csak akkor már én nem akartam. <laughs> Tehát hogy az ilyen... Igen. Mert hogy ezt konzekvensen csináljuk ezt a műsort öt éve, most már három éve ezzel a csapattal, és én például ugyanúgy tök büszke vagyok arra, amit elértünk vele. És lehet, hogy nem hallgatnak mondjuk minket 10-20-30 ezeren egy adást, viszont tudom, hogy aki meghallgatja az adásokat, az tényleg érdekli. És, és nem, mit tudom, én YouTube spamelte be neki, vagy bármi ilyesmi. Ez tökéletesen elválasztja az undergroundot a mainstreamtől. Az underground mentalitást, a mainstream mentalitástól is. Lehetsz te extrém metal, ha mainstream a mentalitásod, a a céljaid. De az undergroundot mindig el fogja választani, az igazi undergroundot mindig el fogja választani a mainstream mentalitástól, hogy mennyire őszinte és tiszta a cél. Amiért csinálják? Hát figyelj, mi azt csináltuk konkrétan, hogy mi akartunk nézettebb műsort, viszont vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy nem, tehát ez a műsor, ez maradjon meg úgy, hogy persze nyilván hívunk nagyobb zenekarokat, nagyobb előadókat, mert érdekel, hogy mi van velük, és szeretnék velük beszélgetni. Megrendelésen nem megy, mert ha nem érdekel az alany, akit javasolnak, akkor nem tudok mit csinálni vele, de én továbbra is mondjuk szeretnék a karakószörcsögi 82 lájkolós zenekarral is beszélgetni, ha érdekel, amit csinál, de akartunk egy a műsort, fogtuk és csináltunk egy másikat, nulláról felépítve. Mm -hmm és ott be is jött. Ott az hozza azokat a számokat, amiket a kitaláltunk, még nem teljesen, de majd hozni fogja, de azt tök más mentalitással csináljuk. Ezt viszont nem akartuk kiemelni az undergroundból, én itt azt akartam, hogy az az maradjon, aminek indult. Egy olyan műsor, ahol bárki szót kaphat, aki akar, és aki engem érdekel, hogy ez nagyon fontos, hogy Nyilván az elsődleges szűrő én voltam az elején, most már csapatként döntünk mindenről, minden vendégről, minden egyébről, hogy ha valaki nem szeretné a stábba megcsinálni, akkor azt mondjuk, hogy nem. Uh -huh. De hogy, hogy pont ez az, amit mondjuk érzek, hogy előre viszi a műsort annyira, hogy most már tökre megáll a saját lábán. Nálad meg ugye, csak azért mondtam ezt a kis kitérőnek, mert hogy hát pont azt éreztem, és az Iron Peak-nél volt az, amikor azt mondtam, hogy százszerzalékban érteni vélem, hogy mit akarsz ezzel az egésszel csinálni, és tök jó, hogy mondtad ezeket a népi dolgokat, mert nekem úgy jött le a, a Devil Street folk jellege, hogy teljesen őszintének éreztem, meg teljesen őszintének érzem még mindig, rengeteg minden más előadóval ellentétben. Hogy ezt a folk meg népzene jelleget magára aggatta rengeteg mindenki az elmúlt... 10, 20, 30, 40, akárhány évben, és teljesen egyértelműen elválasztja ugye az ocsút a búzától az idő, hogy ki az, aki azért rakta bele, mert ezzel mondjuk be akart vonzani tíz hallgatót, és ki az, aki meg éli ezt. És itt az új lemezné ez nagyon ki szerintem, hogy, hogy a népi jelleg teljesen él a, a lemezen külön. Nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok, hogy, tehát hogy te írtál népdalt, konkrétan erre gondolok. Hogy szerintem csak a címadónál, vagy csak a vidékek vannak itt benne maradva, az szerintem x idő múlva olyan népdal lesz, mint amilyeneket mondjuk feldolgoztál régen. Uh. <laughs> hát súly. Uh, uh, jó. <gül> 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 Figyelj, le, le, lehet, hogy meredeknek tűnik ez a gondolat most, vagy, I, vagy ilyen, ilyen. Lesz olyan -e hallgató biztos, akinek ilyen bítamány, egy, egymás fényezés, vagy önfényezésnek, vagy felszopásnak tűnik, de kihangsúlyozom nagyon szigorúan, hogy nem ezért mondom, hanem nemes egyszerűséggel, amikor hallgatsz egy lemezt most már ugye 8 hónapja, ha jó számolom, igen, 8 hónapja és 8 hónap után is ugyanazt az érzést váltja ki, mint első, és ugyanúgy tudsz hogy liba akkor hmm. megpróbálsz hosszabb távú következtetéseket levonni belőle, és nekem például az jön le. Arra lennék kíváncsi, hogy alapvetően te mennyire szoktad figyelni a nézői, hallgatói reakciókat, illetve hogy hozzád milyen reakciók jutottak el erre a lemezre, azóta, amióta elkészült azoktól, akiknek megmutattad. Nagyon rossz vagyok a, a, az internet kezelésében, és sajnos túlságosan figyelek rá. Minden kommentet elolvasok, miközben pontosan tudom, hogy mennyire egészségtelen dolog. Az, az abban, abban fejlődtem, hogy mennyi mennyi súlyt tulajdonítok egy-egy um, üzenetnek, vagy kommentnek, mert ezek ugye nem üzenetek, hanem csak vagy kinyilatkoztatások. Tehát jó, a kevésbé visel meg egy-egy negatív dolog. Ezzel a lemezzel kapcsolatban, akiknek eddig megmutattam, ugye elég sok embernek mutattam meg, mert beledögöltem ebbe a fél évbe, amíg, amíg megjelenik, még nem jelent meg, majd megjelenik július 14-én. Kénytelen voltam megmutatni embereknek, különben megőrülök, Tehát, hogy én ezt, ezt akartam, így, így ontani akartam magamból ezt a hát, ilyen, ilyen, ilyen véleményeket kapok róla, amit hát mindig elájulok tőle. Kicsit, ne, kicsit nehezen is uh, tudok rá reagálni élőben. Mm. Csak köszönöm. Ez bennem a legerősebb um, érzés ilyenkor. De a, hogy a negatív dolgokról is beszéljünk. Uh, eddig erre a lemezre építő negatív kritikát nem kaptam. Míg az előzőkvel volt olyan negatív kritika, amit, uh, amit nagyon sokáig emészgettem talán a legerősebb negatív kritika az volt, hogy hogy is fejez, hát, hogy nem, nem, nem unalmas, hanem hogy monoton. Monoton szót használták többen. Akkor én ezt nem értettem, most már olyan szempontból, tehát egyrészt el tudom fogadni, persze, hogy elfogadom, ha ez a véleményem mindenképpen elfogadom, de már értem is, és nagyon figyeltem ennél a lemeznél, hogy ez az egy kritika, ez ne jöhessen elő, és minden dal más szerencsére sikerült. Talán ez volt az egyetlen tudatosan előre eldöntött dolog. A, a, olyan kritikák érkeznek, vagy olyan, az nem is kritika, csak olyan negatív befögések érkeznek a kommentekben, amivel viszont még mindig nem tudok mit kezdeni, vagy végtelenül felháborít, amikor nem a zenéhez szólnak hozzá, hanem ahhoz, ahogy kinézek. Tehát hogy a, a, ugye, amióta kopasz vagyok, azóta, mert hogy kihullott a hajam, tehát hogy nem én döntöttem így, meg még ráadásul bajszom is van, a kávézóban a barista megkérdezi, hogy figyelj már, mondjuk le, lehet egy kérdésem, és akkor már tudom, hogy most vagy az lesz, hogy The Strain, vagy az lesz, hogy úgy nézel ki, mint ez a színész abban a filmben. És akkor jön a bronzonozás, és én ezt nagyon nehezen viselem, mert mert nagyon-nagyon sekélyes dolognak tartom föl. Ha, ha, ha csak úgy az zeném nélkül kapok egy ilyet, azt már valahogy tudom hova rakni, leginkább nem foglalkozom vele, de amikor az zeném a tét, és ezt tudják hozzáfűzni, hogy o, nem is tudtam, hogy bronzon tud énekelni. És ez meg jobb lett az életed ettől a kommenttől. Tehát, hogy tényleg valaki odarakja élete legfontosabb dolgát eléd, és ezt tudod hozzászólni, akkor kár volt a belefektetned azt a tíz másodpercet, amíg megtettél ezt a kommentet, mert nem mozdult előre semmi. Üm, és akkor ilyenek vannak. de csak de, 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 Tehát egyelőre ilyenek jönnek. Ez Engem is dagatoztak mindig a kommentekbe, tehát, hogy <coughs> mert, hogy nem, tehát, hogy baromi jó, tehát figyelj, nálam önreflexívebb ember ezen a téren nagyon kevés van. És tudod mindig szoktam ezeken mosolyogni, és így, mikor egyszer-kétszer elkezdtem még így a lovat is adni ezek alá, a kommentek alá direkt, ez így megszűnt. Aha. Egy troll maradt, van egy koroknai Kevin nevű profil a Youtube-on, aki, aki rendre trollkodik ilyenekkel, egy időben nagyon jól csinálta, most már unalmas lett szegény, de eleinte rendesen vártak a kommentjeit, mert egy tök jókat nevettünk rajta. Mondjuk a jó ez is lenne a lényege, de amúgy igen. Hát ja, ez, igen, itt a bosszantó tud lenni, már, hogy ha nem a témához szólnak hozzá, akkor tehát az ilyen, akkor minek? Tehát ez... Igen. Szóval egyelőre, egyelőre jó minden. A, a, visszajelzések alapján nagyon várom, hogy, hogy valójában játszhassuk ezeket színpadon. Azért mondom, hogy valójában, mert egyelőre egy, egy rövid lengyel osztrák cseh, úton voltunk túl, ami még ilyen bejáratos időszak volt, illetve most már a, most a VHK-val. Igen. Most a VHK-val elmegyünk, egy-két magyar koncertre, ami annak azért is örülök, mert nem játszottam itthon. Másrészt nagyon fontos, hogy a, az Alcest turné előtt ez a, ez, a projekt olyan masszív legyen, amilyen lehet. Mert úgy akarok fölállni a színpadra, mint ha egyedül állnék föl. Mert tehát én azt abban az, az amit, egy, amit, egyedül tudok csinálni színpadon, az szerintem top. Tehát, hogy értem, hogy hogy, vagy, hogy, hogy, azt ilyen objektíven is tudom látni, hogy megint csak nem ilyen, ilyen, ilyen önfényezés, de hogy az, 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 miért működik, mitől működik, és hogyan kell működni ahhoz, hogy az, hogy az olyan legyen. Ezt akarom érezni a, a, zenekarral is, és, és most már volt egy-két olyan koncert, amiről úgy jöttünk le, hogy ha ez, ha ez állandósul, akkor minden rendben lesz. Egyetlen ilyen, ilyen, ilyen kicsit keserű íz marad a számban, hogy, hogy még mindig én ezt ugye nem nagyon láttam az elmúlt időszakban, mert nagyon keveset játszottam Magyarországon Budapestet leszámítva, meg a nyári fesztiválokat leszámítva, de hogy az a, az a, az a betegség még mindig jelen van, hogy az embereket nem érdeklik az előzenekarok. felháborító és, és konkrétan kint söröznek, cigiznek a bejárat előtt, miközben már megvették a belépőt, vagy majd meg fogják venni. De megvették, mert bejöttek megvenni a sört, és kimentek meg a sört. És akkor mi játszunk 30 embernek, a VHK meg játszik 150-nek. Tehát, hogy nagyon nagy a különbség. És e, értem, hogy én itt tartok, tehát, hogy Magyarországon itt tartok, ezzel nekem ezzel a részével nincsen bajom, a bajom azzal a gesztussal van, hogy az emberekben az érdeklődés sincs meg. És aki meg bent van, és, és nem tudta, hogy mire számítson, az a szokásos. Tehát, hogy ezt, ezt külföldön is ezt, ezt látom állandóan, hogy, én, hogy nem számított, hogy akik még nem tudják, hogy mi ez, és akkor belenéznek, és akkor nem érti, hogy hol volt eddig. Hogy miért, miért tehát... Figyelj, ez a tipikus, hogy mi már tíz éve kiírtuk a sportalsóba, vagy az előzenekarokat megnézni, nem cikki értük, és fizettél, és így Időben a zenekarok fotózkodtak a, a kiírással. minden, és mondtam, hogy ez azért fontos, mert egy nem is értem az embereket, hogy nem gondolnak abba bele, hogy a kedvencük egyszer nyugdíjba fog menni. És az előtte lévő produkciókból kellene e, csúnya szóval, de érző jó, nekünk klubosoknak kitermelni a következő generációt. De ehhez a közönség is kell. Hát, hogy elsősorban, igen. Elsősorban a közönség Persze, kellene... Hát. Egyrészt már csak azért is, mert ők lesznek azok, akik eldöntik, hogy hogy mi méltó a, a, az életre, és mi nem. És most nem ilyen ilyen gyilkolásról van szó, csak hogy egyszerűen, tehát az ember fölmegy a színpadra, és szar, akkor azt érezni fogja, hogy ő szar volt. De ha nincs ott a közönség, sose fogja érezni. Vagy hogyha, vagy hogyha, vagy hogyha, egy ilyen felhájpolt dolog, amit szintén ugye lépte lehet látni, hogy főleg ezek az új generációs friss produkciók, akik mielőtt már színpadra lépett volna több tízezres, százezeres nézettségeket, milliós nézettségeket generálnak a YouTube-on, és akkor ott az a, az a közönség jön, és ott van, és teljesen mindegy, hogy mi történik a színpadon. Teljesen. Ez most a másik ilyet az igen. utóbbi időben, elég sokat, igen. igen. Volt, ahol konkrétan annyira fel voltam háborodva, hogy <gül> <gül> Tudom, ezt nem, tehát mondom, ennyire nem lehet kamúzni a színpadon. Tehát ez... De és ö, most ez a, úgy lehet, hogy most ez a popzene. És amíg, amíg megmarad a, a, a popban, meg a mainstreamben, addig végül is annyira nem fáj. Kérdés, hogy ez mennyire fog lecsúszni a, a, a rockba. És ö, metába is. Na, ja, reméljük, hogy nem. Én azt abban, abban bízom, hogy azért ez, egy, azért ez egy kritikusabb közeg. Igen, talán igen. Talán, talán ebbe lehet bízni. Arra lennék még kíváncsi, így félig, meddig zárszóként, hogy most a jövő héten, tehát a, a beszélgetés kikerüléséhez képest jövő héten megjelenik ugye a lemez Azon túl milyen terveid vannak? Mm -hmm. Um, biztosan lesz egy egy uh, utána, hát, ugye lesznek még lesz a sziget ahhoz képest, Igen. A, azt hiszem lesz egy kis fishing, ahol egyedül leszek, tehát hogy még mindig lesznek majd ilyen, ilyen egyszer gitáros, szólós produkciók. Annyiban lesz más, mint eddig volt, hogy ami ami a jövőben szóló koncert lesz, az teljesen uh -huh. akusztikus lesz, nem lesz erősítő nagyon kevés effekt, egy ilyen nagyon letisztult, teljesen natúr, vagy natúrabb, mint az Amerra turnén, az egy full akusztikus turné volt az Amerának. ott, ott csapott meg újra ennek a szele, hogy akusztikus gitárral zenélni. Tehát, hogy ilyenek lesznek. Lesz egy, egy csodálatos turnénk, az Alcest zenekarral, 20 koncert, 24 nap alatt. Szokásos, hogy ilyen nightliner, meg nagy, nagy, közönség, lesz egy fesztivál is, a Soul Crusher fesztivál közben. Szóval az lesz, lesz egy magyar lemezbemutató, ebben nagyon rossz vagyok, hogy mikor, novemberben valamikor, szóli segíts, ilyenkor szokott ott állni a közönségben, és mondja, hogy te ő, hát ez. És az egy zsinagógában lesz nagyon érdekes, a, a is eszembe fog jutni, Bush a fesztivál sorozat Igen, igen a keretein igen, talán, belül. Talán. És akkor ott, 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 ott volt ez, a, vagy szokott lenni ez a helyszín. Ó, ez nagyon szép hely. Mm -hmm. És hát csodálatos, hogy beengedtek minket oda. Egyszer játszottam eddig templomban, az is egy olyan élmény volt, és ott, kis, tehát ott is volt Mörcs, meg hát nem vagyok benne biztos, hogy, hogy aki a templomot üzemeltette, az velem tisztában volt, de hát onnan jövök, tehát hogy én templomból jövök, nem, nem nincs, nincs azért azért az, én világomban nincs ez semmi baj, hogy az, az, a világ mit szól hozzám, az, az, egy másik kérdés. De egyébként ez egy olyan templom volt, ahol jóga órákat tartanak meg, tehát hogy az erőjük, hogy vannak misék is, ez egy csodálatos dolog. Bár csak minden templom ilyen lehetne. Így van. Tehát, ugye egy zsinagóga, és akkor a busz keretein belül lesz a lemezbemutató. mutató A dátumért nézzétek meg a, majd az ilyen social média felületeimet, ott már mindenki van írva, csak én nem vagyok jó a dátumokban. Közben készítem ezt a, a film zené, zenét egy animációs filmhez. Egyelőre Luca Szék a, a, a munkacíme. Hát erről is nagyon sokat tudnék mesélni. Um, óriási kihívás, és ugye egy konkrétan alkalmazott zenész vagyok, um, de hát erre, tehát hogy úgy választottak engem, hogy tudták, hogy mit csinálok, tehát uh, olyan annyira azért nem távoljak az elvárások. Nagyon izgalmas, elképesztő történet, első világháborús uh, veterán hazamegy a faluba, uh. nagyon komoly PTSD ugye a luceszék akkor már így lehet sejteni, hogy boszorkányok is vannak a, a történetben. <síns> li, li, Livabőr. Liva Azóta minden egyes alkalommal, hogy először hallottam erről a, a történetről, minden egyes alkalommal livabőrözés, amikor eszembe jut. Mm. Ugye ezen, ez egy nagyjából két éves projekt, de most már benne vagyunk az első évben. Mm. Jövő tavasszal biztosan lesz egy, egy co-headliner turné, tehát egy ebben is kell azért fejlődgetni az a következő lépés, hogy nem előzene karként, hanem most már ez a harmadik ilyen önálló Európa turné lesz, amit Zoli összerak. Még nem tudjuk pontosan, hogy, hogy ki lesz a partner. A fekete zaj, tényleg nyáron lesz fekete zaj is. A nagy színpad utánunk a VHK, utánunk a Leibach jó, az ez egy nagyon erős nap lesz. És az biztos, hogy jövő nyáron irgalmatlan mennyiségű külföldi fesztivál lesz. Ugye ezt tavaly kezdtük el csinálni, tavaly kezdtünk el lépegetni ebben az irányba fölfelé. Volt már Brutal Assault, mi volt annak a. volt egy szlovén fesztivál, Metal Days. Uh -huh. um, és akkor jövőre, jövőre jönnek a nagyobbak, meg jobb időpontok. Azért a brutál asszalton reggel 10-30-kor léptem fel. Az egy nagyon érdekes élmény volt. Mai, mai napig hát ez, ezt csinálja. Én arra számítottam, hogy ott lesznek tizen. Tehát, hogy gondolj bele, brutál asszalton hajnal ötig vedelnek az emberek. Én nem gondoltam, hogy bárki 10-30-kor képes lesz oda Állni a színpad elé. És a crew is, akik a színpadon dolgoztak, és a pokolba kiválták az egészet, hogy nekik ott kell lenni, dolgozni. Itt ez az ismeretlen magyar szutyok, mit, mit, mit akarnak ezek itt. És ilyen fura kérdéseket tettem föl nekik. Tudod, olyan erősítőt kértem a backline-ban, amit Metelzenek, soha nem kérné, és akkor itt nem értették, hogy nem is láttuk a rider-t, meg ilyen, Csak rettenetes volt. És akkor mire fölmentünk a színpadra, addig ott volt, is, addig ott volt iszonyatosan sok ember rengeteg magyar is egyébként. Egy csomó Devil Street póló, Amara pólók, ugye előtte volt ez Amerra turné, nagyon-nagyon szép, szép emlék volt, és amikor lejöttünk, akkor már a, a színpadi crew is egy kicsit más, hogy állt hozzánk, hogy valószínűleg már az első hangtól érezték, hogy hát ez nem az, amire számítottak, vagy hogy nem lesz olyan rossz, mint amire számítottak. Úgyhogy ilyen, ilyen tervek vannak. Remélem, mm. hogy nagyon most egyébként egész nyugodt vagyok a következő lemezzel kapcsolatban, mert kicsit meg izok, már így előre dolgozok. De most nem, mert ez a lemez azért váratlanul ért. Ugye lett volna egy, egy Európa turné a Monolordal, ami elmaradt, és akkor ott volt egy, egy, nagy légüres tér, egy egész ősz, hogy akkor most mit, mit csináljunk. És akkor Zoli így ránézett a naptárára, és azt mondta, hogy jó, amúgy meg kéne csinálni a lemezt. <síns> <síns> És akkor át is bejött, hogy a határidő a legjobb múzsa. Ah, csak az. Igen. Igen. Ti ezek. ezek, a tervek. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Elképesztően köszönöm, köszönöm neki. Hogy itt még, még, valamikor, szerintem egy évvel ezelőtt beszélgettünk az Olival erről, és tök jó, hogy most ezt ilyen aktualitással tudtuk összehozni. És nagyon remélem, hogy nem utoljára beszélgettünk. Nagyon szívesen és jövök vissza. Következő lemeznél várlak mindenképpen. <sus> Szuper. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok, illetve megnéztétek ezt az adást. A leírásban megtaláltjátok, hogy hol tudjátok követni Dávid projektjét. Mindenki erre buzdítok, hogy tegye meg. Ha ismeri és nem követi még, akkor azért, ha nem ismeri, akkor pedig nagyon gyorsan pótolja. Ha pedig szeretnétek támogatni az adást, illetve a csatornát, szép új pólókat vásárol, vagy bárhogy más, hogy akkor a leírásban ott van minden, ahogy ezt megtehetitek. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok.